megemlékezésre és fergeteges bulira készülnek a prágai magyar diákok. Tóth Julianna vagyok, önök az LTV híradóját látják. Újra megrendezésre kerül Prágában az év legnagyobb magyar diák eseménye. Az Ady Endre diákkör aktivistái már hónapok óta készülnek erre a tavaszi hétvégére. A szervezéssel kapcsolatos kérdéseinkre a diákkör elnök asszonya válaszolt. Mit jelent tulajdonképpen a márciusi mulatságok? Hogyan magyaráznád el egy olyan embernek, aki először hallja ezt a fogalmat? A márciusi mulatságok valójában a prágai egyetemisták legnagyobb eseménye, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgünk. Márciusi mulatságok! Márciusi mulatságok! Mi az idei programajánlat, helyszínek, időpontok? Csütörtökön hagyományosan egy hrádekszörözéssel kezdünk, pénteken a kultúrája lesz a főszerep, szombaton délelőtt városnézés, amely a boszorúzással végződik, illetve szombaton este az áróprogram, a magyar buli lesz, ahol a zenét DJ Peti szolgáltatja. Márciusi mulatságok! Márciusi mulatságok! Meg tudnád mondani, miben lesz más az idei program az előzőekhez képest? Az legyen meglepetés! Márciusi mulatságok! Mi az év legnagyobb prágai magyar eseménye? Hát, kedves Dóri, ez most nagyon provokatív kérdés, de azt hiszem egyértelműen a márciusi mulatságok! Viccősz! Márciusi mulatságok! Hát a márciusi mulatságok! Márciusi mulatságok! A statisztikák szerint az idei rendezvény minden eddiginél sikeresebbnek ígérkezik. Az ATV híreit Hallodóra tudósította. Prága, Csehország, Európa, a Föld.